faképnél hagyni valakit, azt jelenti, hogy búcsú nélkül távozunk. De hogy jön a képbe a fa, vagy a kép a fába? Igaz, a fáktól nem szoktunk elköszönni, de én rengeteg más dologtól sem. Akár lehetne úgy is ez a szólás, hogy mérlegnél hagyni, vagy repülőgépnél hagyni, vagy alsónadrágnál hagyni valakit. Vajon miért pont fakép? Sziasztok, folytassuk a fantasy pálya építését. Most egy szekérnél vagyok, ehhez találtam ki egy egyszerű, de érdekes redstone szerkezetet. Ezt fogjuk most megcsinálni. Pár dolgot elő is készítettem. Egyébként arról van szó, hogy ez most így alapból be lesz zárva, így ezzel a kerítéssel. Oda bent lesz egy láda, valamilyen értékes tárgyal, még nem tudom. És kinyitni azt úgy lehet, hogy itt lesz egy láda, vagy igen, itt lesz ez a láda, és ennek kell tulajdonképpen begépelni egy jelszót, méghozzá úgy, hogy vannak nem ilyen átnevezett papírok, 1, 2, 3, 4, és ezekkel a papírokkal kell a megfelelő sorrendben kinyitni. Mondjuk 21-34, tehát először a 2-essel kell kinyitni, aztán az 1-essel, aztán a 3-essel és a 4-essel. Igen, ilyen papírt ugye úgy lehet csinálni, hogy a GIF-ben megadom, hogy a neve ez olyan papírnak. Igazából ezt már mutattam meg, szerintem ezt sokan ismeritek, nem húzom vele az időt. Szóval ezzel legyártottam magamnak 4 papírt, itt csináltam is helyet, majd itt lesz a redstone szerkezet. Jó. Ja, van nálam command-ok. Oké. Na. Akkor... Tehát az elvi felépítés. Ha kinyitom a ládát, akkor meg kell néznie, hogy a következő papír van-e nálam. Először ugye a 2-es. Ha az, akkor kell valamilyen léptetés, hogy majd az után lévőt ellenőrizze. Ezt úgy fogom megcsinálni, hogy egy redstone-t fogok elmásolni. A klón parancsal át fogok helyezni. És akkor így fogom léptetni végig. És ugyanakkor kell egy ilyen reset is, hogyha viszont rosszal nyitom ki, akkor az egész reset elődjön, kezdődjön újra az egész folyamat. Úgyhogy valahogy úgy kell, hát igen, nem gondoltam át nagyon, de nem gáz, szerintem menni fog, mert így a fejemben azért megvan a kép, aztán meg kiderül, mennyire jön be. Oké, és ezek fölött más színű blokkal rakom, mert ugye átláthatóbb azért. Mondjuk sárgával. Így, na. Tehát úgy képzeltem el, hogy először itt lesz az elsőn, ez fogja ellenőrizni, ez lesz mondjuk a 2-es, és ha sikerül, akkor ezt a redstone-t átteleportálja ide, és itt már az 1-est fogja ellenőrizni. Ha bármikor valami rontás van, akkor visszateleportálja a 2-eshez. Pontosabban ki fogja törölni, bárhol van, és lerakod egyet, majd látni fogjátok. És akkor így, hogy nyitogatom majd a ládát, ugye mindig csak a következő kapjelet. Ja, így a fejemben még mindig működőképesnek tűnik. Tehát ebben egy test for lesz egyébként, hogy az a tárgy van-e nálam. Mondjuk azon gondolkodom, hogy gond-e lehet-e abból, hogyha többen vannak. Aha. Lehetne úgy biztosabbra csinálni, hogy van-e score, ami számogatja a láda nyitogatást, és akkor nem csak azt nézi, hogy milyen tárgy van nálam, hanem az a score is egy-e. Mert hogy kinyitottam a ládát. Szerintem ezzel nem fogok szórakozni. Ja, egyelőre nem. Jó, tehát itt ellenőrzi ezeket, itt fognak jelet küldeni. És akkor kell egy olyan, hogy... kicsi a hely, muszáj valahogy... mindjárt jobb. Tehát ide kell egy olyan, talán a legegyszerűbb megoldás az lesz, hogyha itt is lesz egy ilyen redstone. Jó, na szóval, tehát kinyitjuk a ládát, és megy az ellenőrzés. Ezek majd így össze lesznek kötve. Talán itt. Igen, itt össze lesznek kötve. Itt lesz egy command block. Ez kiveszi innen a redstone-t,
úgyhogy itt nem fog majd tovább menni, tudni a jel. Ha nem veszik ki a restont, azaz egyik se futott le sikeresen, akkor tovább fog tudni menni a jel, és ez resetelni fogja a dolgot. Nagyjából így. Itt még kell egy olyan, hogy tüntesse el. És azt hiszem, így hirtelen kész, ennyi command blockra, meg ilyen elrendezésre lesz szükség. Most így hirtelen a így első körben. És nem. Nem teljesen, mert az áthelyezés még nincsen benne. Azok mondjuk ide fönt lesznek. Jó, egyelőre úgy csinálom meg, hogy csak a legközelebbi játékos nézi, tehát feltételezzük, hogy egy játékos lesz a pályán, aztán majd lehet, hogy ide később visszatérek és még javítgatom. Most ezt úgy mutatom meg, hogy mondjuk egy játékos pályára csináljátok. Több játékosban összezavarhatja. Ugyanis, most ide írok egy testfort, kukacp, az ugye a legközelebbi játékos, és írhatok ide NBT-t. Bármit, mondjuk, hogy van-e valami tárnyál, az a inventory. Na most, ha a szelektorba, azaz ide a kukacfélbe írtok valamit, hogy score, akármi, akkor azt a játékos fogja megkeresni, akire igaz ez, és a legközelebb van. Tehát, ha mondjuk score x legalább, tehát legyen valami konkrét, score x legalább egy, mondjuk van két ilyen játékos, azok közül ugye a legközelebbit fogja kijelölni. Viszont az MBT résznél ezen belül, tehát tegyük fel, hogy van két játékos, mondjuk az inventory-ben követ keresek, van két játékos, mind a kettőnek ez az x-score-ja egy, tehát oké, az a közel legközelebbit fogja nézni, és azon belül fogja nézni, hogy van-e nála kő. Tehát ha a távolabbinál van kő, akkor ez így nem fog tudni lefutni, mert ezzel a szelektorral a legközelebbi X1-es score-jút jelöltem ki. Vagy ezt is kihagyhatom, tehát így a legközelebbi játékos. Ez így nem azt jelenti, hogy a legközelebbi olyan játékost keresem, akinél kő van, hanem a legközelebbi játékost és van-e nála kő. Nem tudom, ez így érthető volt. Tehát mondom még egyszer, tehát két játékos van, és a távolabbinál van a kő, a közelebbinél nincs kő. Ez nem fog tudni lefutni, mert ez a legközelebbi játékosnál keresi a követ, nem azt mondja, hogy azt a legközelebbi játékost keresem, akinél kő van. Jó, ennél jobban tényleg nem tudom túlragozni, úgyhogy ezért veszélyes ez multin, tehát ezt akartam mondani, de egy játékos módban ez tuti jó. Mondjuk még lehet az, hogy ide átírok, hogy bármelyik játékos, akinél majd ugye a kijelölve papír lesz, csak ezt ugye úgy lehet kijátszani, hogyha négyen vannak, mindenkinél más van épp kézben, és akkor úgy nyomják meg egyszerre, vagy illetve úgy nyomja meg valaki, illetve nyitja ki a ládát. Na. Az inventory-ban lévő, de inventory-ban a kézben lévő tárgyat úgy tudom tesztelni, hogy selected item, azért ellenőrzöm, selected item, igen, selected item, és ebbe kell a tárgynak az MBT-jét megadni, tehát konkrétan engem az érdekel, hogy ez egy papír legyen, tehát ID Minecraft paper, és legyen is átnevezve tag, azon belül display, azon belül pedig name, és ez a kettesnek a helye. Na most nagyon kíváncsi vagyok, ezt ki is próbálom, kezembe veszem a kettest, kinyitom, és nem futott le. Miért nem volt jó? Aha, mert nem kapja let. Remek. Na, mégis csak van olyan, amire nem gondoltam. Akkor ezt az egészet arrébb kéne csúsztatni egyel, hogy legyen benne egy jelismétlő is. És akkor most a kezembe veszem, és megint nem, de most tud. Ja, édes Istenem. Jó, tehát most lefutott. De ha egyes van a kezembe, akkor meg ugye nem küldje lett. Jó, remek, tehát jó, oké, ezt most le kell másolni, és aztán így a kettes után jön az egyes. Az egyes után pedig a hármas. Ezt is arrébb kell helyezni.
Jó, na tulajdonképpen arrébb toltam. Majd ezt is ezt a részét is. Oké. Ebbe a command logba itt a resetet kéne rakni, hogy mert ha ez így világítva marad, akkor a következő, tehát amikor resetelődik és akkor újra próbálkozunk, akkor csak úgy marad, és úgy veszi, hogy nem, már mindegy, tehát a resetre reset miatt kell egy ilyet, hogy block data, ezt még nem tudom melyik irányba, és a success count, szerintem ezt is mutattam már korábbi részben, ugyanaz a trükk, merre x irányba negatív 2-vel. Ezt is olyan, csak át kell másolni. Addig várom már, hogy jöjjön egy olyan parancs, hogy több blokknak egyszerre block data. Akkor nem kéne egy egyesével. Jó. Ezek itt a léptetések. Azon gondolkodom, hogy relatív, de relatív koordinátákkal fogom, akkor csak másolni kell. Ja. Tehát azt kell mondanom, hogy klón, és innentől, az ettől a blokktól, az x irányba mínusz 2, y-ba pedig plusz 1. Mínusz 2, plusz 1. Mivel egyetlen blokkról van szó, ezért a másik is ugyanez lesz. És az, hogy hová, az pedig hát z irányba mínusz 1. Úgyhogy ide még egy mínusz 1-est, oké. Puskáznom kell megint. Igen, mask mód, és aztán clone mód. Lehet nyugodtan replace, és utána nem jut eszembe hirtelen. Muszáj puskázzam. Igen. Ja, move, az nem jutott eszembe. Így. És akkor ez így át fogja helyezni. Szerintem megmutatom. Ó, oh, na ne, hogy nem. Valahol van egy plusz szó köz, ez valószínűleg azt jelenti. Na de hol? Itt. Így. Úgy. És áthelyezte. És akkor ha ezt így másolom ide, ide, az utolsóban nem kell. Jaj, de jó, hogy kiütöttem. Oké. Okay. Átugrik, tök jó. Tehát így lesz a léptetés, és sikeresen lefutott. Oké. Ez így nagyon nem jó. Na oké, kicsit áthelyeztem. Kicsit. Ez lesz majd a reset, hogyha elrontjuk. Jó, tehát akkor azt már ideig tudjuk, hogy léptessük el, meg ellenőrizni, hogy megfelelően mit tudom ki. Tulajdonképpen ezt ki is tudom próbálni. Tehát most így kinyitom a kettest, akkor ott arrébb ugrott egyet, aztán az egyessel, megint arrébb, hármassal. Tök jó. Hát most a négyessel most nem fog történni semmi. Jó, ez eddig tök jó. Most csináljuk meg a rontást is. Az úgy fog kinézni, hogy amikor kinyitom ezt, akkor rakja le oda a restont. Beférek ide. Sima set block. Reston, csak nem torch, hanem wire. Tehát úgy kezdem, hogy lerakom oda, hogy hát elrontom, ugye. Ha meg jól csinálom, akkor ugye ezek itt. Hát ezek csak egyeselet küldenek úgy, hogy valahogy föl kell erősíteni. Most nézem. Tehát most ez így egyes erőségűt küld, így ez így aktiválódik, meg itt is. Hát, hogy a legegyszerűbb. A legegyszerűbb úgy, hogyha ide rakom így, és akkor tök mindegy, hogy itt aktiválódik, vagy ott, tehát na mindegy, tehát jelismétlő nélkül. Igaz, kétszer szerepel a parancs, de legalább nem kell plusz jelismétlő. Ez pedig kiüti, ugye ugyanez a parancs, csak levegővel. Így, hogy ne tudja tovább küldeni a resetnek. Ez pedig kiüti az össz, tök mindegy, hogy hol van, ezt így fill parancsit kiradírozom, és lerakok ide egy reszont.
Kezdjük a fill-lel. Innentől idáig levegőt. Remek. És utána ide pedig egy restont. Remek. Jó, most már reszetelődni is tud. De még azt akartam, hogy minden ládanyitásnál rakja le újra a ládát, hogy ne kelljen becsukogatni. Az úgy fog kinézni, hogy hát először is merre néz ez a láda. A legegyszerűbb talán úgy, hogyha írok rá egy test for blokkot. Milyen chest ez? Trap chest. És mondjuk kettes, és akkor ha eltaláltam, akkor kiírja, hogy eltaláltam, ha nem, általában az szokott lenni, akkor itt van a hiba üzenet, hogy ötös van, én pedig kettest vártam. Tehát tudom, hogy ötös van most itt. Úgyhogy most meg tudom írni a parancsot. Set block, Minecraft, trap, chest, ötös. Jó, tök jó. Így, és akkor mindjárt lerakja. Uhuhu, és úgy is marad. Ez viszont nem jó. Ez nagyon nem jó. Ezt úgy tudom megcsinálni. Talán. Ha ide rakok le resztont. Aha. Ugye az van, hogy lecserélem a... Hát mondjuk ez egy Minecraft bug. Nem tudom, van-e mögött értelmes magyarázat, hogy jelet küld ez a láda, aztán gyorsan lecserélem, és még mindig küld a jelet, de hogyha ezt a restont itt lecserélem, tehát így, hogy rakjon oda egy nem aktivált restont, akkor szerintem okés lesz. Remélem ez a blokk mindig nem küld a jelet, hogy mi a túró, de mindjárt ki tudjuk próbálni. Most miért nincsen itt semmi? Aha, mert nem kapja meg a jelet ez. Na. Úgy. Most már lesz ott valami. Ha rosszul nyitom ki. Aha, látszódik, hogy ha rosszul nyitom ki, akkor ott van. És többször is tudom aktiválni, ugye. Tök jó. Tehát kettes. Miért marad úgy? Aha, mert mindig küld a blokkáját. Az remek. Akkor ezt kell tulajdonképpen lecserélni. Na, erre a Minecraft bugra is gondoltam. Próbáljuk ki. Úgy maradt. Aha. Hát túl gyorsan nyitom. Az veszélyes, ha gyorsan nyitogatom, akkor tönkre tudom tenni. De igazából nem, tehát max annyi, hogy nyitva marad a láda. Jó, végül semmi gáz, oké. Na, tehát... ez viszont remekül úgy maradt. Kettő. Három. Akkor reszetelődik. Kettő. Továbbugrik. Egy. Továbbugrik. Mondjuk megint egy. Igen, nem ugrott vissza, megint gyors voltam. Kell neki egy ilyen késleltetés. Remek. Remek, remek, remek. Akkor talán legegyszerűbb az, hogyha a hagyom így, akkor nem ilyen eltüntetőset csinálom, mert ez így szegényt összezavarja. Most már szerintem nyitogathatom gyorsan. Aha. Jó, az az eltűnő se van dolog. Na, van dolog.
És akkor egyes, és akkor hármas, megint továbbugrott, és most kell a négyesnek még azt hagytam ki, hogy eltüntesse azt a kerítést. Remek. És egyébként egy gyémántot rakok oda. Ez pedig ebben az esetben fog befutni. Most ugye reszetelődött, és akkor nyomok a kettes, egyest, hármast, négyest. És kinyílt. Tehát tulajdonképpen ennyi. Még egyszer négyest, akkor reszetelődik. Nem reszetelődik. Mi nem reszetelődik? Ja, mert négyesen áll, persze. Igen, nem ugrott tovább sehova a reszton, úgyhogy... Úgyhogy tulajdonképpen ezt ki is hagyhatom a reszetből. És akkor itt tényleg csak egyszer fog szerepelni. Fölösleges itt már reszetelni. Illetve fölösleges itt pont, hogy lehet reszetelni az utolsó, nem mindenképpen. Az ugye sose fogja megakadályozni a reszetet. Jó, akkor tulajdonképpen egész jól sikerült. Egy kicsit azt sajnálom, hogy azt nem tudtam megcsinálni most így hirtelen, hogy a láda eltűnjön meg visszarakja. De itt gondok vannak vele, úgy látszik, úgyhogy szerintem ezt majd kikísérletezem, és akkor elmondom, hogy hogyan lehet megoldani. Most nem akarom ezzel húzni az időt. Na, ma is csináltunk egy tök érdekes szerkezetet. Nem tudom, mikor lesz következő rész. Természetesen folytatódni fog, amíg el nem készül a pálya. Nos, igen, lassan haladok. Most ugye a visszajövőbe is azt is szeretném befejezni. Ezt előbb szeretném befejezni. De azért néha ezzel is haladok meg ha az elkészül, akkor ez be fog gyorsulni. Ja igen, azt akartam, hogy hát most ugye 1.9-ben bejött ez a kombatos dolog, ez a harcolós dolog, hogy van, hogy már máshogy lehet harcolni, meg vannak különböző nyilvesszők, meg van pajzs, szóval úgy néz ki, hogy ezt a pályát majd valamikor, hogyha megjelent 1.9, akkor fogom valahogy befejezni. Na, tehát azt akarom mondani, hogy végig fogok menni újra a kasztokon, és az új harcrendszer szerint kiosztom az új képességeket. Mert egyébként tök jó passzolnak pont egy ilyen fantazis harcolós pályához ez az új update. Úgyhogy mindenképpen kell majd rajta egy frissítés. De szerintem még megvárom azzal a végleges 1.9-et. Addig megcsinálgatunk ilyen kis rendszereket. Köszönjük, néztetek a kézikönyv óvjam.